használásába ötletet adni. Köszönöm szépen. Nos, ha nincsen több javaslat, észrevétel, akkor kérem a szavazást erről az utolsó napi rendi pontról. Az együttműködési keret megállapodás, tehát akkor a megyei jogú város önkormányzata és Pécs-Baranyai kereskedelmi és iparkamara között jön létre. Alpolgármester úr, szeretném még szólni. Tisztelt közülés, két kérésem lenne. Az egyik az magánközlés jellegű. Kérném a frakcióvezető hölgyeket és urakat az ülés után mondjuk a szobámba, hogy ezt a múltkor kiküldött levélben is szerepel. A másik pedig az lenne, hogy nem igazán hagyott nyugodni ezzel a víziközmű pályázattal történt döntés, és a következő javaslatom lenne. Először nagyon szeretném kérni, hogy újra vegyük vissza két perccel napirendre, és egy olyan, és hogy ne, hogy mondjam, ne zsákba macskát áruljak, tehát egy olyan megoldást szeretnék javasolni, hogy a közgyűlés egy föltétellel fogadja el az előterjesztést, pontosan egy záradékkal lássa el, hogy esetleg elfogadja, és a pályázat elküldésének, beterjesztésének föltétele pedig az, hogy a költségvetés és a közlekedés és kommunális bizottság együttes ülésén tárgyalja meg, és szintén hagyja jóvá. Nem tudom, hogy ez megfelele azoknak, akikkel beszéltem erről a dologról, de úgy gondolom, hogy kicsit mindenki észrevételét megfontolva, vagy figyelembe véve, meg egy részét el is fogadva, kicsit veszélyes dolognak érzem jövő csütörtökön ezt tárgyalni. Tehát szeretnék kérni egy napirendi szavazást, de még a szavazás előtt, ha van ehhez más vélemény, vagy javaslat, vagy módosító, azt is szívesen veszem. Kékes képviselő úr, tessék. Magam részéről ezt a javaslatot elfogadhatónak tartom, hisz az észrevételeinknek a valós tartalma nem kifejezetten szakmai jellegű volt, hanem arra való intés és figyelmeztetés, hogy ilyen horderejű kérdések a megfelelő előkészítés bizottsági kontrollok nélkül nem történhetnek meg. Tehát, és én tökéletesen megbízom ezekben a bizottságokban működő és hozzám képest hozzáértőbb szocialista és nem szocialista képviselőknek a kvalitásaiban. Következésképpen tehát, ha ezek a bizottságok együttes ülésükön alaposan minden lényeges összefüggésükre kiterjedően megvitatják ezt az előterjesztést, és a bizottságok együttes ülése ezt jóvá hagyja, elfogadja, a pályázatból származó előnyök, valamint az előkészítésben résztvevő szakemberek szakmai munkájának a tiszteletben tartása véget is a magam részéről el tudom fogadni. Köszönöm, Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót, annyit szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy teljesen világos legyen itt a téma. Én is javaslom ezt elfogadásra természetesen, de azt azért meg kellene nézni, hogy azokon a területeken, ahol szocialista képviselők vannak, gyakorlatilag a csatornázásban semmiféle előrehaladás nincs, minden megy a meccsek oldalra. Tehát mi tulajdonképpen ezzel egyetértenénk, de azt szeretnénk elérni, és itt szakmai érvekkel, hogy akár Pécs-Bányatelepen, akár a Málon befejezése témájában gyakorlatilag oda is kerüljön ebből a pénzből. Köszönöm szépen. Köszönöm, tehát akkor két szavazási menet fog következni. Elsőként az, hogy napirenden még egyszer visszavesszük ezt a már egyszer lezárt témát, tehát erről kérnék most egy szavazást. A hatos pontról van szó, aki nem tudná még egyszer, tehát ezt kérem újra, hogy döntsük el, hogy napirendre vesszük-e. A közműves ivóvízellátás és belterületi vízrendezés 96-97 és 98 évi címzett támogatás pályázatáról van szó.
A másik szavazás pedig arról szól, amit az alpolgármester úr javasolt, és ketten is támogatólag szóltak hozzá, hogy a közgyűlés elfogadja az előterjesztést azzal, hogy a hármas együttes bizottságülés utólag kettes elnézést utólag elbírá és jóvá adja majdan még a határidő lejárta előtt ezt a javaslatot. Erről kérem a pályázat vagy az igényfölmérés, ahogy pontosan hívnunk kell, csak a két testület együttes igen döntés alapján küldhető tovább. Tehát erről szólt az én javaslatom. Így van. Erről kérem a közgyűlés döntését. Visszatérve a hatos napirendi ponthoz, központi kormányzati támogatás megszerzéséhez az önkormányzatnak jelentős saját erőt kell felmutatni. Ilyen esetben, ilyen típusú beruházásokkor a saját erő pénzösszegek felmutatása megajánlásakor nem volt meg a szükséges egyeztetés, ezt fogják pótolni még a határidő lejárta előtt. 18 óra múlva találkozunk, holnap 10 órakor itt a Városháza a dísztermében, a város ünnepén. Megkérek mindenki, hogy tisztelje meg az ünnepséget jelenlétével. Köszönöm szépen a figyelmet, közülés bezárom. Kedves nézőink, befejeződött az ülés, és mi is befejezzük a közvetítésünket. Ahogy hallhatták a polgármester úrtól, holnap ismét ülésezik a közgyűlés. Ma zárt ülésen döntöttek különböző díjak odaítéléséről, városi díjak odaítéléséről. Ez a holnapi nap folyamán kerül átadásra. Ezt az alkalmat és ezt az ünnepi ülést én úgy tudom, hogy felvételről láthatják a szombati ismétlés után. Viszontlátásra, viszonthallásra.